Marosvásárhelyen, és hát Marosvásárhelyen orvosi egyetem volt, és Iza Schneider az orvosi egyetemet végezte el, és az élete a Ceausescu korszak tipikus magyar értelmiségének a sorsát hordozza magával. Magyar helyen végez, egy magyar orvos, és ahogy megkapja a diplomáját, rögtön megkapja mellé a munkahelyét is, aminek egyet tudunk biztosan, hogy nem magyar lakta vidék lesz. Így történt ezt akkor talán a Regáz, vagy a Duna-Delta környékén, a Kárpátokon túli területre került Iza Schneider, ott praktizált három esztendőt, aztán három esztendőt még Romániában, aztán négy esztendőt Magyarországon, és a többi részét Németországban orvosként praktizáltam. Mint mindenkinek, az én ismereteim szerint, erről nem beszélgetünk, de igyekeztem készülni, mint mindenkinek, ő számára is nagyon fontos volt a gyermekkor, az első történések, ihletések, az első élmények, és a nagyszülőknek ugye óhatatlanul fontos szerepe van ebben.